Lássunk hozzá a tartalom feltöltéshez. Először is be fogjuk küldeni azt az oldalt, amin az impresszum lesz. Egyenlőre nem túl nagy a csapat. Menübeállításoknál elhelyezzük az elsődleges linkek közé, a lehető legnagyobb súlyt adjuk neki, hogy mindig leghátul szerepeljen a listában. Szeretnénk még itt fönn egy olyan menüpontot, ami mindig a címlapra mutat. Ezt az adminisztráció webhelyépítés menüpontban tudjuk hozzáadni, nem olyan egyszerűen, mint az előbb. Itt az elsődleges linkek közé kell hozzáadnom egy menüpontot. Ennek a menüpontnak az lesz a neve, hogy címlap. Az útvonala pedig, hát mi is legyen az útvonala, ugye a fő oldalnak az útvonalára lesz szükségünk. Ennek a fő oldalnak az útvonala a webhely beállítások, webhely információknál lehet beállítani, tehát nem tudhatjuk éppen, hogy pontosan, hogy mi van itt beállítva, ezért van egy kis segítségünk, hogyha itt azt írjuk be, hogy front, akkor mindig az aktuális címlapra ugrik a rendszer. Ezt szeretnénk, hogy mindig legelő legyen, ezért ennek a legkisebb súlyt adjuk. Ebben a pillanatban el is készült a két menüpont, mehetünk a címlapra, és megnézhetjük az impresszumot. Természetesen a címlapon még az eredeti üdvözlő üzenet látható, küldjünk gyorsan be egy hírt. Így most már akkor a címlapon van legalább egy hírünk, valamint van egy impresszumunk is.